Elnök úr, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat. Ez a felvétel, amikor a nézők látják, akkor már este lesz, ez azonban délután készült, úgyhogy én jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Most érkezett meg külföldről, pontosabban az este. A Semmelweis Egyetem szenátusa, amikor ön még úton volt a levegőben, hozott egy döntést, amelyet most már az ország ismer. Ma reggel a közszolgálati rádióban a miniszterelnök, amikor erről faggatták, akkor annyit mondott, hogy mindenkinek meg kell érteni, hogy a köztársasági elnök úr védett személy, és személye sérthetetlen. Ő majd megismeri a tényeket, és reagál. Én most két emberrel kell, hogy beszélgessek, ha nem veszi zokon. Mindenek előtt a köztársasági elnökkel, másodszor viszont Schmidt Pállal, a magánemberrel, az egykori sportoló és az egykori diákkal. Először a köztársasági elnököt kell kérdeznem. Hogyan reagál ön a történtekre? Magam is nehezen választom a két dolgot külön, de ha így kérdezte, akkor azt kell mondjam, mint köztársasági elnök, örülök, hogy a törvények mindenki számára egyformán vonatkoznak, nincs kettős mérce, és erősíteni kell az embereknek a hitét a törvényekben és az intézményekben. Én, mint köztársaság elnök, egy intézményt vezetek, amiben fontos, hogy az emberek bízzanak, és érezzék annak az erejét, hogy én képviselem az országot az alaptörvény előírásai szerint, és minden fórumon kiállok értük. Ugye az egész ország azt várja, hogy ön igent vagy nemet mond ebben a helyzetben. Marad köztársasági elnök, tehát nem fordult meg a fejében, hogy esetleg megvárjuk a címtől. Nincs összefüggés véleményem szerint, bár sokan így értelmezik, hiszen ne felejtsük el, hogy én 20 éve írtam, mint hallgató egy kis doktori dolgozatot, a legjobb tudásom és szándékom szerint. Szüleimnek fogadtam egyébként, meg édesanyámnak, hogy én majd még egyszer én is doktor leszek. Megírtam a dolgozatot, az egyetem, a TF biztatott, hogy ez a téma érdekes, ezt érdemes feldolgozni, akkor már 7 éve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja voltam, zárójelbe teszem, olimpiai bajnok, és a megválasztott MOB elnök. Tehát elég sok okom volt rá, hogy hozzájárulok egy kicsit a tudomány oldaláról a sporttársadalom tudásához. Nos, a legjobb tudásom szerint megírtam a dolgozatot. Kijelölték az opponenst és a konzules számomra, akik a tollamat, hogy így mondjam, vezették. Nem kaptam más instrukciót, mint az, hogy biztattak. Az előponensi vélemény is pozitív volt, ezért tudtam beadni a dolgozatomat. Ott még az utolsó pillanat volt, hogy mondhatták volna, hogy Ácsi, nem így kellett volna írni, többet tegyél idézőjelet, vagy írd az oldalak aljára, hogy kitől származik ez és ez, de miután az akkor, hangsúlyozom, 20 évvel ezelőtt írógépekkel írtuk a dolgozatokat, ez bevett szokás volt, hogy a dolgozatnak a legvégén van egy úgynevezett bibliográfia, egy forrásjegyzék, hogy kitől idéztünk. Megismétlem, mert itt becsületbeli kérdésről van szó, és ezért is adom ezt az interjút, és találom nagyon fontosnak, hogy nem kívántam senki szellemi termékét magaménak deklarálni. Föltüntettem a forrásokat, követtem az útmutatásokat, nem én készítettem a doktori szabályzatát a TF-nek. Én egy egyszerű hallgatóként viselkedtem, és amikor az egészen túl voltam, summa cum laude minősítés, hozzáteszem, hogy 3 órán keresztül a szóbeli vizsgáimat is letettem 6-tagú bizottság előtt. Tehát egy olyan teljesítmény volt, ami jó érzéssel dőltem hátra, hogy ez egy becsületes, ha tetszik, férfi munka volt. És hozzá kell tennem, hogy ez becsületes volt. 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva ez a kis doktori dolgozat. Nem nagyon használtam, sem anyagi, sem erkölcsi előnyöm nem származott belőle, de hát mégiscsak jogom volt használni, néhány aláírásnál a doktori szót használtam, így most is köztársasági elnökként is használtam, mint a mai napig, hozzáteszem. Ugye, ebben az interjúban nagyon csúnya lesz, de most akkor is megmutatom a papírokat, itt csak a legfontosabb dokumentum részletek vannak fénymásolatban nálam, amiket én végignéztem, és ön megmutatott nekem. Igen. Nem is áll módunkban ezt, majd egy később időben talán megmutatjuk, de most nem fér bele az időbe, hogy ebből idézzünk. Mindenki, akit kifogásoltak, a Georgiev, a hölgyek, akiknek a dolgozatáról szó van, a forrásoknál. Egy német Heinemann professzor. Pontosan itt van a felhasznált szakirodalom jegyzéke, kimásolva az ön dolgozatából. Minden inkriminált részre itt vannak a bizonyítékok. Én elég régóta ismerem elnök urat, és azt nem értem, hogy miért volt ennyire visszafogott. Tehát egy sokkal szenvedélyesebb ember, még köztársasági elnökként is. Ha ezek a dokumentumok előbb kikerülnek, vagy ön a szokásos lendületével felveszi a kesztyűt, akkor lehet, hogy ez a dolog idáig el sem jut. Én bíztam benne, hogy ezek a dolgok kikerülnek.
Én azt mondtam, felállítottak egy tényfeltáró bizottságot, azt nekem tiszteletbe kell tartanom. Ennyit nyilatkoztam, hogy megvárom az eredményét, és bármi lesz az eredmény, elvárom másoktól is, hogy a tartsák tiszteletbe. Öt ember dolgozott 2 hónapon keresztül. 1250 oldalt, vagy mennyit írtak tanulmányt a 220 oldalas dolgozatról. Nos, én tiszteletbe tartom, mert ők a végkövetkeztetésben azt írták, hogy tartalmilag és formailag megfelelt a dolgozatom. Voltak benne hiányosságok, de ezt annak is betudják, hogy a konzulensem és az oponensem nem hívta fel rá a figyelmet. Na hát őket szeretném a legkevésbé bántani. Elnök úr, ön ebben bízott, bocsássam meg, hogy a szavapmagok, de most idézek abból a korabeli szabályrendszerből, amely igen, még az egykori testnevelési, ez 1985-ös, pontosan, feltételrendszere az egyetemi doktorátus megszerzésének. Ebből a ugye egyetemi végzettség doktori szigorlat sikeres letétele, idegen nyelv ismerete ez önnél bőségesen megvolt, D pont. Igen. A tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített önálló kutatáson alapuló új tudományos eredményt tartalmazó értekezés, vagy igen, a társadalom számára hasznos, új és gyakorlatban hasznosított alkotás benyújtása. Ezt a második mondatot én sehol nem olvasom. Én örülök, hogy ezt beidézte. Ez egyszerűen csak úgy elsiklott. Ha a magyar mondatban két feltétel van, és vaggyal van elválasztva, bármelyiket teljesítem, a feladatot teljesítettem. Én úgy gondolom, hogy ez a dolgozat a társadalom számára hasznos és új ismereteket tartalmazott, legalábbis használható ismereteket, hiszen később én magam is sokat használtam, mint NOP-tag, éppen a magyar sportágok, az adott esetben veszélyben lévő magyar sportágok védésére, és megtudták a magyar sportági szakszövetségek, hogy milyen alapon kerülhetnek be, vagy ki a mindenkori olimpiai játékok programjáról. Úgyhogy ez egy fontos szempont volt, ez elsikkadt, hogy én leginkább a második részét teljes mértékben teljesítettem. Elnök úr, megmutatta nekem tulajdonképpen azt a dokumentumot, amelyben ön akkor arról érdeklődik, hogy például a bolgár szerző anyaga, az milyen jogállású, tehát idézhető-e, felhasználható-e a NOB-on belül. Ebben ugye azt válaszolja az akkori illetékes erre önnek, hogy igen, ez a NOB szellemi kincsét képezi, mint a NOB tagja ezt használhatja. Azonban most, hiszen ön azért a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban ismert személy, ugyancsak hosszú ideig dolgozott, kérte véleményt, vagy várható-e, hogy ők állást foglalnak ebben az ügyben? Nem lenne mindegy. Az igazság, hogy nekem a lelkiismeretem tiszta. Én ezt a dolgozatot a legbecsületesebb módon, a legjobb tudásom szerint készítettem. Azzal, hogy én feltüntettem többek közt a Georgiev sportkutatót is, sporttörténészt, akit egyébként jól ismertem, személyesen ismertem, ott dolgozott a NOB-ban egyébként, a NOB-tól kapott erre ösztöndíjat, hogy ott kutasson. Én úgy éreztem, hogy eleget tettem a kötelességemnek. Tehát nem kívántam az ő szellemi termékét magaménak feltüntetni. Ott volt a neve, méghozzá első helyen volt a neve, megkerülve minden meggondolást, első, hiszen őtől idéztem a legtöbbet. De az ő tudása is köztudás volt már, hiszen ő is kutatott jegyzőkönyvekből, olimpiai játékok eredménylistájából, tehát olyan forrásokból, ami mindenki számára közkincs. Tehát én nem mondom, hogy új értékeket állítottam elő, de azt, hogy amit összeállítottam, végül a társadalom számára hasznos volt, ahhoz igenis ragaszkodom. Elnök úr, a Szemelvész Egyetem szenátusa úgy véli, hogy elveheti öntől a címet. Mi történik most? Ők úgy vélik, hogy elvehetik, sőt, ahogy olvasom, el is vették. Nem esett jól, hogy én Szöulba képviseltem az országot. Szöulba tárgyaltam meghatározó gazdasági emberekkel. Egy nukleáris biztonság világkonferencián szólaltam fel. A koreai elnökkel tárgyaltam a gazdasági és együttműködési kérdésekről. Ezek közben itt egy gyorsított eljárással, úgyhogy engem meg se kérdeztek. Már bocsánatot kérek, van ez a mondás, hogy audiaturat altera pars. Hallgattassék meg a másik fél is. Ez több ezer éves mondás. Hát annyit elvártam volna, hogy a szenátus megvár. Hova volt ez a nagy sietség? Egy napot kellett volna, hogy várjanak, becitáljanak, ahol, ahogy most önöknek elmondhatom, elmondtam volna nekik is, hogy hogy képzelem ezt az egészet. Hát, hogy ők elveszik a kis doktori címemet, lelkük rajta, én nem fogok velük vitatkozni. Én magam is visszadtam volna, hogyha kell. Nem használtam, nem annyit használtam, hogy én ezzel kérkedtem volna, és anyagi előnyöm egyáltalán soha nem származott belőle, vagy erkölcsi előnyöm. Viszont be fogom bizonyítani, hogy van még bennem kitartás, mint volt olimpiai bajnokban, és most 70 évesen
be fogom bizonyítani, hogy képes vagyok egy mostani, nagyon nehéz kritériumoknak megfelelő dolgozatot, egy úgynevezett PhD dolgozatot írni. Így is megszerzem a doktori fokozatomat, már az új követelményeknek megfelelően, abban a témában, amiben most már otthon vagyok, hiszen több mint 15 éve vezetem a NOB-ban a Környezetvédelem és Sportbizottságát. Földdíjat kaptunk az ENSZ-től ebben a témában, a NOB, zöldítjük a játékokat, fölhívjuk a fiatalok figyelmét a természet szépségére és gazdagságára, védelmére, és ma már nem csak olimpiai játékokat, minden más sportversenyt is egy kicsit ilyen zöld szemmel próbálunk, hogy szervezzenek, hogy minél kevesebb káros hatása legyen a sportversenyeknek. Ezt én most már 29 éve vagyok a NOB tagja, a fejemben erről nagyon sok van, világkonferenciákat vezettem, igen sokat publikáltam, le fogom tenni az asztalra, remélem, hogy ezt is új, ahogy 20 évvel ezelőtt is gondoltam, új értéknek tartják majd, és hasznosnak. Elnök úr azt nyilvánvalóvá tette, hogy megvédi a politikai támadásoktól a hivatalát, és nem hajlandó a politikai nyomásnak engedni. Hogy önben még él a sportoló, most azt is bizonyítja, de azért ön előtt emberként, mégpedig egy népszerű és meglehetősen sokak által szeretett embernekként a becsületében is megbántottak. Nem perel, vagy ezt önnek, mint elnöknek kötelessége elviselni? Nézze, a köztársaság elnököt nem lehet perelni. Akkor én se perelek. Ez így fair. Nem perelek, de érvelek. Most is önök segítségével, most mindenki megtudja, hogy tisztességesen jártam el. És hogy a becsületesem nem eshet csorba. Ez sem mint köztársaságelnök, sem mint Schmidt Pál, sem mint olimpiai bajnok, sem mint aki tiszteli a szabályokat, és azt betartja és betartatja mindenkivel. Ezt én nem tehetem meg. Kiállok az igazamért, de pereskedni nem fogok. Elsőben kiállok az igazamért, mert meg kell védenem magát a TF-et is, a második alma máteremet. Meg kell védenem a témavezetőimet. Hiszen ők is jó hiszeműen jártak el az akkori szabályoknak megfelelően. Most őket is támadják. Ezt akarnám legkevésbé. 20 évvel ezelőtt ez volt a szabály, csináltunk egy dolgozatot, én azt megvédtem, summa cum laude, vagyis a legkiválóbb minősítést kaptam, én ezzel nem kívánok többet foglalkozni. A baj az, hogy sem az előoponensi vélemény, sem az oponensi vélemény, sem a jegyzőkönyvek nem kerültek nyilvánosságra. Tehát nem volt ott, ki megvédjen. Én hallgattam, azt mondtam, hogy előbb-utóbb az igazság győzni fog. Hát most már ott vagyok, hogy miután becsületbéli ügy, így egy szemében most már Schmidt Pálként és köztársasági elnökként is maximálisan kiállok saját magamért és az igazságért. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.